Na, kezdődjenek az igazi izgalmak. Zsuzsát a műtőben előkészítik a spinális érzéstelenítésre. Te tudom mosni a kártyát, de nincsen semmi. Frissen bemosakodva érkezik az orvos és a műtétet végző tím több tagja. A szülészorvos lefertőtleníti a műtéti területet, közben arról kérdezem, hogy egy nagyon nehezen, ez esetben petesejt donációval fogant baba esetében indokolta be a császármetszés. Minden anyukának a saját vallája a legértékesebb. Nyilván azért ez figyelembe veszi a szakma, hogy egy adott szülőnek hány éves és milyen előtt azért elveszítés. Közben Zsuzsa nyugodtan várakozva viseli ezt a kiszolgáltatott állapotot. Igen, és ráadásul semmit nem érsz ellenfelé. Persze ez így tökéletes, baj lenne, ha bármit érezne, hiszen elkezdik a műtétet. Mindig Kéki Kira, a műsor felelős szerkesztője rögzíti a szüléseket, de nálam is van egy kis kamera, így minden fontos pillanatot meg tudunk örökíteni. És most igazán fontos pillanatok jönnek. Számunkra hihetetlenül gyorsan történik minden. Most szeretnék minden, hogy tudom, hogy van belőle. Helyi Almádi Maja, Zsolt és Zsuzsi picinke, egészséges lánya. Most avval vagyunk elfoglalva, hogy őseink a vérnek szövetem nincsen. Tetszett a baba, Zsuzsa? Igen. Nem kell kicserélni? Nem, köszönöm. Többen Zsuzsán dolgoznak, addig Zsolt arcán a letörölhetetlen mosollyal igyekszik a lánya után. 8 óra 28-kor született. És csak nézi. Jó. Nem tudom, hogy nem lehet tenni egyezést. Nem tartom meg. Jó. Nagyon ügyes. Megcsináljuk szépen a kis kölcsönöket. 3250 gram. A víz már megeresztve, még gyors ellenőrzés, hogy pont langyos legyen. Éppen, hogy csak megmossuk egy kicsit, hogy ez a kis véres avakzatnákat nem mossuk le. Az miért jó? Mazatnánc védi az ő bőrét. Néhány is vette, és most itt kény és méges, ez beszívódik. Délutánra már gyönyörűen beszívódik. Megnézzük, hogy hány centi vagy, jó? Megmérjük. Zsolt elfordulva sír. Az ő felszabadultságukat tényleg nem lehet megfogalmazni. 53 centi volt. Igen. Jól van. 35-ös a fejecskéje. 35. Aztán a gyermekgyógyász főorvos megvizsgálja maját. Édesapa, szeretné megsimogatni egy picit? Hogyne. Szia. Köszönöm, hogy a kis baba rosszul működés.
szép színe van. Kis gerincét nézi? Igen, gerincét. Miket néznek ilyenkor a babán? Mit kellett vizsgálni? Szívműködését, légzését, bőrszínét, az egész testnek fejlődésére szükség van-e, épek-e a végtagok. Teljes lelkátot kell venni a kisbabáról. Reflexeit is nézik, azon tónusát. Megvannak. Szájpadlását néző, nincs a hasadítsa. Ennek a babánkában nézve a nyelve, nézze, édesapa, ott van egy kis hártya az ujjunk között. Igen, jó, ez egy picit zavarhatja a szintetást, illetve beszédhangok képzésénél jelentett akadályt. Ettől fogjuk szabadítani, mert édes lesz. Jó. Ez nem egy komoly dolog, ugye? Nem, nagyon sok kis babának van, és nem egy... És ez mikor fog történni? Még a bentfekvés ideje. Van minden a helyén, hogy egy szép kis baba, köszönöm szépen. A legszebb írásával a picit. Teljesen jó. Nagyon szépen megírta a papa. Nagyon jó, nézd csak Maja, ha majd neked nagykorodban nem tetszik, akkor apánál tessék reklamálni. Tessék elmondani, hogy apa, kirántad volna szerben. Nézd csak. Nem szeretném azt a színkor szalagot. Nézd csak, ez megvan a szalag, kap egy kis padit, sapkát, és viszik be az édesanyjához a műtőbe. Megyünk anyához. Apa marad, jó? Jövő van, ide vissza. Megyünk anyához. Itt sokkal jobban kinyitja a szemecskét, mert itt már nincs akkora nagy fény. Nagyon ügyes vagy, hogy nyitogatod, itt próbálod a szemedet. Ugye itt nem világ annyira. Jövünk anya. Nem is 53 centi hosszú. Jaj, de jó, hogy itt vagy már. Nagyon vettem. Kicsi drágám. Te is megsimized, anyád. Igen, kocs. Édesem. Jó. Gyönyörű. Főorvosnő megvizsgálta, minden rendben van. Anya és lánya, ezek az első közös percek. Jól van, a hangodat is megmutatod. Igen. Elhúzhatod a nyelvet. A hangod is van. Igen. Annyi mindent szeretne elmondani, hogy túl világos van, és mindenféle dolgok vannak. Jó, akkor most már itt vagy, minden rendben. Jól van. Igen. Amikor így dobhassa a kis nyelvét, már szopó mozdulatokat tesz, úgyhogy minél előbb ki fognak majd vinni, és akkor megpróbálja anya a kétéretételt. Jó, mert neki ez már működik, ez a beleszületett tettek, hogy már szopézna. Gratulálok! Méltatlankodó Majának most egy picit el kell szakadni anyukájától, kiviszik az aggódó családhoz, hogy végre ők is megnézhessék. Zsuzsát még össze kell varni, és ez az a pillanat, amikor mintha egy gát szakadna át benne, átadja magát az érzelmeinek, végre édesanyja lett. Szép jó napot! Tessenek jönni!
itt van Maja. Három kiló 25 deka és 53 centi hosszú. Melinda, aki nélkül Maja nem születhetett volna meg, megszólalni sem tud. Megmutatjuk a hajacskát is. Nézzünk oda. Ilyen hajacska van, kérem szépen. Ilyen hajacska. Ez a hang, kérem szépen. Így tudok sírni. Bizony. Nagyon-nagyon megmutatta, hogy hogy tudok sírni. És hangja is van. Ez most így megmutatja. Imádom sokat szóra. És rögtön felsérdenik a kielentet a szóra. Zsuzsa, most engedte el magát, most kezdetessék. Igen. Jó. És most megyünk, és apa fogja őt melegíteni. Melkosán és egy kicsit. Jó. Jó van, menjünk, jó? És most már oda bújsz. Nagyon jó lesz neked. Fog melegíteni, és hallgatod az ő szívdobogását. Anyát helyettesít most. Ugyanolyan jó lesz neked. Most valami számomra egészen fura jelenet jön, az úgynevezett szőrkontaktus. Ezt a császármetszéssel született babák számára találták ki, akiket nem szoríthat rögtön magukhoz az édesanyjuk. Mindjárt folytatjuk.